Megkezdődött az antaliai Cselgáns Grand Slam, az idei sorozat utolsó előtti állomása. A 48 kilós hölgyek között Francesca Milani ihletett formában versenyzett, a döntő felé vezető úton az olasz judoka legyőzte az olimpiai bajnok Paula Paretót, a fináléban pedig honfitársát Francesca Gordát is. Kiérdemelt aranyérmét a Nemzetközi Judo Szövetség elnökétől Marius Vizertől vette át. Férfi 66 kg-ban a japán Abe Hifumi volt a napembere. A kétszeres világbajnok tavaly óta nem lépett ki a nemzetközi szintére, most azonban megmutatta, nem kopott meg a tudása. A döntőben a spanyol Guy Tero-t egy Vasarival győzte le és szerezte meg pályafutása 9. Grand Slam aranyát, amit a Nemzetközi Szövetség sportigazgatója akaszthatott a nyakába. Igazán remek élmény volt a hosszú kihagyás után visszatérni a nemzetközi porondra. Jól, sőt kirobbanó formában éreztem magam végig. Egy szóval szuper volt, nyilatkozta a bajnok. Az 57 kilós hölgyek mezőnyében a kanadai világbajnok Krista Degusi visszatalált a győztes útra. Ellenállhatatlan támadó stílusával leradírozta összes ellenfelét. A döntőben honfitársát Klimkaitot is. Teljesítményével kiérdemelte a nap asszonya címet. Karrierje 5. Grand Slam aranyérmét a szövetség fejlesztési igazgatójától kapta meg. Nagyon jól ment a judóma, szinte hibátlanul versenyeztem végig. Szenzációs érzés, nagyon boldog vagyok, hogy újra itt állhatok a dobogó tetején, lelkendezett a kanadai hölgy. A 60 kg-os férfiaknál a belga Jorre Verstraeten nagy lendülettel vágta át magát az egész mezőnyön. A finálét a francia Kiar ellen egy iponnal zárta le, megszerezve első Grand Slam győzelmét. Az aranyérmet a verseny főszponzorának vezérigazgatója adta át. Az 52 kg-os Diora Kelgyorova hihetetlen koncentrációval versenyezte végig a napot. Az üzbég lánya döntőben egy Sode Csurikomi Gosival, azaz egy váldobásból indított átforgatással nyert a spanyol López ellen. Élete első Grand Slam aranyát a töröki ifjúság és sportminiszter helyettestől vehette át. Az antaliai verseny pénteken és szombaton folytatódik, de már az első nap is megmutatta, mekkora lehetőség ez a fiatal török cselgáncsosok számára, hogy megmutassák oroszlán karmaikat a nemzetközi mezőnyben. Bizonyítja ezt Szent Türkmáratlan bronzérme is.